Szervusztok, köszöntelek titeket egy újabb videóban. Itt vagyunk a Bécsi út, Vörösvári úton, és ma meg fogom nektek mutatni ebben a videóban az én személyes kedvenc villamosvonalamat egész Magyarországon. Igen, kijelenthetem, hogy egész Magyarországon. Hogyha mondjuk Budapest szinten nézzük, akkor Magyarországról Szegeden még a kettes villamosvonalat emelném ki, ami számomra az egyik legnagyobb kedvenc. Itt Budapesten belül viszont nem a kettes villamos, hanem nekem a 19-es a személyes kedvencem. Olyan ikonikus helyeken megy végig, mint például itt Óbudának ez a része, ahol ilyen történelmi városrésznek is mondható, hiszen elegáns régi építésű házak között kis utcákba haladgat ez a villamos, és úgy jött a Margit hídnál is, egyébként nagyon szép, ahogy ott átmegy ott a Margit híd alatt, illetve ami még kiemelendő, amit szeretek benne, a Clark Ádám tér, például is egy gyönyörű helyszín a Lánchíd alatt, ahogy átjön, illetve ki tudnám emelni még akár a Gellért hegyet, hogy a Gellért hegy lábánál is elhalad, meg ugye a Bartók Béla úti szakasz is nekem nagyon tetszik, szóval így összességében az egész vonal, ezért is a nagy kedvencem, és a Kaffokat én nagyon szeretem. Nem mindenkinek a nagy kedvenc, én szeretem ezeket a villamosokat, akármennyire is alacsony padlósok, és tényleg néha kirázza a bereteket. Nekem egyébként nem az zavar, hogy gyakorlatilag a földön van a feneked, amikor utazol vele, engem inkább a fékezés a zavar, mert olyankor nagyon tud rángatni a villamos. A fékrendszere nem éppen a legtökéletesebb, de attól még nagyon szeretem. Végig fogjuk járni ezt a vonalat, egyébként le fogom nektek videózni, most éppen felújításokat is végeznek, mert végre itt a Bécsi úton is elkezdtek magas peronokat építeni, úgyhogy zajlik itt az építkezés, illetve végig a 19-es vonalon van Molbubi állomás, úgyhogy molbubizni is fogunk ebben a videóban, mert ezt is már sokan kértétek tőlem. Mindig hazahúz a szívem Budapestre. Bárhol járjak a bolygón, az tiszta, hogy nem hibátlan, de ide várnak vissza. Legyek bárhol, bármilyen messze. Mindig hazahúz a szívem Budapestre. Bárhol járjak a bolygón, az tiszta, hogy nem hibátlan, de ide várnak vissza. És akkor itt van a Molbubi első állomása, ugye itt a külváros részen, ma ugye a külvárosban nem nagyon szokott lenni Molbubi. Ugye ez is olyan, mint a rollert nem lehet kivinni ugye a külvárosba. Molbubit meg azért nem tudott kivinni. Ott pénzben utólag bírságolnak, itt meg azért nem tudott kivinni, mert nem tudott hova ledokkolni. És egyébként ez egyetlen egy hátránya itt a Molbubinak, hogy gyakorlatilag csak dokkoló állomáson tudsz dokkolni, máshol nem. Tehát nem tudod úgy lerakni, mint a rollert, hogy oké, van ennyi pénzem, megyek vele akkor ennyit, látom az időt, látod, hogy hol tartasz összegben, vagy nagyjából, hogy ki tudod számolni, és akkor leparkolod bárhova. Ami egyébként az a hátránya a rollernek ez, hogy leparkolhatod bárhova, hogy egyszerűen mindenki az út közepén hagyja, nem tudja normálisan félretenni. A Molbubiba egyébként ez a pozitív, hogy legalább egy kupacban vannak, mert dokkolállomásra tudod csak tenni, tehát nem tudod így keresztbe rakni például itt a utca közepén, viszont az a hátránya ennek gyakorlatilag, hogy meg kell tervezned az útvonalat, és itt csak az első fél óra ingyenes, utána pedig pörög a drága használati díja ennek a szolgáltatásnak, tehát ha addig nem tudod, például nem érsz el a következő dokkolállomásig fél óra alatt, akkor megszívtad, tehát itt tekerni kell, mint az őrült, hogy azért odaérjél, ha nem akarsz súlyos összegeket fizetni, de egyébként az az előnye, hogy 100 forintért használható most gyakorlatilag, ugye a járványhelyzet miatt meghozták ezt a döntést, hogy 100 forintért lehet igénybe venni, és egyébként nagyon sokan élnek is a lehetőséggel, és rengeteg molbubist láttam most már a városba. Az applikációk egyébként hasonlóan épül fel, annyi különbséggel, hogy a rollereket azért lehet követni GPS-en, hogy hol járnak, itt viszont ugye a térképen csak a Molbubi állomásokat látod, és ha rákoppintasz, akkor látod, hogy egy adott állomáson hány bringa van, ide hetet írt, meg is számolom, igen, annyi van most is, tehát nem fogyott el egy sem belőle, és az a terv, hogy ezzel fogunk menni, és akkor ezzel fogom nektek videózni majd a villamost. Végig szerencsére van a 19-es vonalon dokkoló állomás, itt, ha megnézitek itt a térképen, itt végig lesz dokkoló állomás, szinte hogy egymás fenekébe, tehát lesz időm azért megállni, kényelmesen videózni, és fél óránként le tudom tenni így a biciklit. Megmutatni sajnos nem fogom tudni nektek, hogy hogyan fogom ezt kibérelni, mert azzal a telefonnal videózok, amivel ki fogom bérelni.
Úgyhogy a bérlés nem fogom tudni megmutatni. Gyakorlatilag a QR kódot kell beolvasni, mi rajta van, ugye egy applikáció szükséges hozzá, hogy gyorsan egyébként be is lehet regisztrálni. Megadod a számlaszámadatot, levonták ugye a bérletnek a díját, ugye 100 forint egy hónapig a használata, de csak ugye az első fél órában használatot, hogyha annál tovább használod, akkor külön extra pénzt kell fizetni. Gyakorlatilag nagyon egyszerű a használata. Ennyi. Leszkennelem, aztán már ki is lehet venni, és a következő állomásnál csak be kell rakni. Gyakorlatilag ilyen a bringázás, úgyhogy most letakszlak titeket, egy kézzel nem egy életbiztosítás. Főleg, hogy itt nagyon nem is lehet hol bringázni, kénytelen vagyok a járdán jönni. Ez egy sávos út van, a autóskat nem akarom feltartani. Gyalogos nagyon nincs, úgyhogy azért is inkább ezt a módját választottam.
hölgyek, urak, ez a én személyes kedvenc vonalam volt. Remélem azért tetszett ez az összeállítás, nem nagyon sokat beszéltem ebben a videóban. Nem is ez volt a lényeg, hanem hogy átadjam ezt a hangulatot, ami itt van a budai rakparton, illetve Óbudán. Nem mentem el a Bartók Béla útig, nem tudom mit csönget, amikor megosztott útvonal van. Mindegy. Szóval gyakorlatilag nem mentem el odáig, mert így is egyébként rengeteg időt vett igénybe, mert hét vége van, és ritkábban járnak a villamosok, bár mondjuk így is sűrű a követés, de így is várakozni kellett, illetve ugye sétálni, meg biciklizni, úgyhogy kicsikét elfáradtam. Remélem így is tetszett nektek a videó. De igen, azt fejezzétek ki egy lájkkal, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok! Чичка, гандон!